Így festett a pórúját sofőr szélvédője, miután egy méretes faág zuhant autójának ablakára a Székely Bertalan utca 5 szám előtt. A gépkocsi vezetőjét szerencsére az ijegységen túl nem érte baj, azt mondta, semmi előjele nem volt a balesetnek, elsőként a rendőrségnek telefonált. Csak a csattanásra álltam meg, semmi nem látszott, még a szél sem fújt egy csöppet sem. Egy óráig dolgozom és mentem hazafele, betartva itt sajnos a közlekedési szabályokat, mert csak maximum 40-nel lehet menni. Ha egy kicsit gyorsabban megyek, akkor talán megúszom, és nem az én autómra zuhan ez a hatalmas faág, rapityára törve az autómat. Hívtam a rendőrséget, hogy legyen bizonyítékom. Fényképeztem persze én is a telefonommal, de hát azért az jobban megbízom, hogyha a rendőrség csinálja a fotókat. Mi a menete mostantól ennek a dolognak? Mint az úrtól megtudtam a rendőrségtől, be kell jelentenem a káromat a polgármesteri hivatalba, és akkor majd valami történik, csak addig be kéne járni dolgozni a munkahelyemre, ami nem egyszerű Tatabányáról, majd azért megoldódik. Szála Istennek nem történt nekem semmi bajom. Az autót meg lehet kalapálni. A rendőrség mellett a Városgazda munkatársai is a helyszínre siettek. Az ügyvezető igazgatót kérdeztük arról, mi lehet az oka, hogy különösebb előjel nélkül előfordulhat ilyesmi. A gesztenyefának egy sajnos egy kicsit tulajdonsága is, hogy kívülről egészségesnek tűnik, de belül azért vannak korhat részek, jelen esetben is kisebb korhadás található az ág belsejében. Sajnos ezt előre nem lehet kívülről látni. Igyekszünk egyébként ami láthatóan száraz ágakkal terített fa megvágni, megmetszeni, eltávolítani a száraz részeket, de például ezen a fán nem is lehetett látni, hogy ilyen korhadás található benne. Sajnos a szél mozgás következtében előfordulnak ilyen balesetek. Mennyire gyakori mondjuk ez a jelenség itt Tatán? Azt lehet mondani, hogy viharosabb időben, szelesebb időben azért előfordul, annak inkább kisebb ágak, hogy letörnek a fákról. Mert végül is azt lehet mondani, hogy előre nem látható, de azért van rá példa. A KFT feladata volt ezután, hogy további károkozás nélkül eltávolítsák a fát az autóról, és rendezzék a helyszínt, ennek eleget tettek.